Sziasztok srácok, üdvözlöm mindenkit! Ebben a mai videóban meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan tanuljatok meg parkürözni. Itt is vagyunk egy szerveren, aminek a neve az, hogy Jumpcraft. Nem ők kérték meg azt, hogy videózok ezen a szerveren, hanem ezt láttam a legalkalmasabbnak arra, hogy bemutassam nektek a parkür elsajátításának a folyamatát. Nem azt mondom, hogy én egy nagyon profi parkürös vagyok, de elnézve egyébként Gary pályáját, szerintem elég jól teljesítettem, tekintve, hogy Gary nem tudta a saját pályáját kivinni, se a többiek, akik vele együtt építették, szóval egyébként az egy nehéz pálya volt, sikerült kivinnem. Na mindegy, nem ecsetelem ezt tovább. Ez az IP, jumpcraft.org, csak simán ezt beírjátok, feljöttök. Azt nem tudom, hogy eredet is-e, mert én csak eredetiről játszom, de ezt most nem tudom hirtelen megmondani, hogy csak is kizárólag azzal lehet-e fejlődni, vagy sem. Itt pedig van egy, hát egy ilyen lista a legkirályabb parkürös csávókról. Oké. Itt vagyunk, ez itt a lobby, ennyi az egész, és main menü, rányomtok ide a csillagra, aztán itt tök mindegy, hogy melyeket választjátok ki, mert ugyanazokat fogják behozni egyébként, és akkor itt mindegyik szintet meg fogom mutatni egy-kettő ilyen pályával, tehát most rányomok, hogy Easy Curses, erre kell rámenni, igen, tehát itt nagyon-nagyon-nagyon sok pálya van, és mindegyiket kivinni az egy konkrét örökké valóság, tehát ezért lesz az, hogy ilyen egy-kettő dolgot mutatok. A legjobb idő 14 másodperc. 13.81, az 14. Na, ezt megpróbáljuk gyorsan kivinni. Szóval ez számít Easy Parkournek, hogy fogjátok, és akkor csak szépen simán át sétáljátok ezt az egészet. Tehát ebbe tényleg semmi nehézség nincs. Na jó, mondjuk ez tényleg Easy Parkournek minősül, nem értem, hogy miért estem le. Tehát itt tényleg semmi négyes ugrás, meg semmi olyan nehezítő tényező nincs, és most elsietem nagyon, mert meg szerettem volna dönteni ezt a rekordot, de hát akkor ez nem fog sikerülni. Hanyagoljuk inkább a rekord döntést, csak próbáljunk meg szép lazán átjutni. Tehát mondom, tényleg csak így futtok, meg se kell állni konkrétan ahhoz, hogy normálisan ki lehessen játszani ezt a pályát. Ez itt mi? Checkpoint, klik, na! Ezt nem nyomtam meg előbb, szóval itt egy kis checkpoint, és tényleg ez ilyen szép kis hármasugrás, a legegyszerűbb létrázásokkal. Ennél egyszerűbb parkour az már tényleg csak az lenne, hogyha egymás mellé lepakolnának ilyen random blokkokat, és akkor azokat kéne így egyesével átugrálni, és ennyi volt. Szóval kaptam 100 coint, kaptam egy ilyen cuccocskát rankomhoz, nem tudom, mindegy, szóval ezek nem ilyen fontos dolgok. Jaj, és megint elindítottam, de nem akartam elindítani. Szóval láttátok, hogy milyen egy easy pálya. Szerintem most menjünk a médiumra, amiből egyet kivittem, 2 perc alatt, ami azért elég sok. Construction, nézzük akkor meg ezt a pályácskát. Azt tudom, merre kell menni. Na várjál. Médium, tehát akkor erre. Huha, itt már vannak négyes ugrások, az már veszélyes. De várjál, hogy már itt négyesek vannak, akkor milyen lesz a nagyon extrém. Ez már bonyinak tűnik. Most annyira nem vagyok benne ebbe a parkűrös cuccba. És nyomunk egy checkpointot, mert nem szeretném előről kezdeni ezt az egész pályát. Ja, azt hiszem most kéne előről kezdenem, de nem. Szerencsére nem. Aha, és oda rakja a checkpointot, ahol megnyomtam. Úgyhogy jól ki van ezt találva. És innen, ja innen oda, nem? Erre a cuccra így. És akkor így. Aha, megvan minden. Mindent értek. Ez itt tökéletes, nagyon jó. 5 másodperc alatt a csávó, nem értem, hogy tudta kivinni. Tehát ez számomra egy rejtély. De biztos nagyon okos volt. Ó, checkpoint. Utálom a létrát. Fúj. Várja, mi ez checkpoint? Vissza. Szerencsé, hogy innen kell folytatnom. De ez most miért dob vissza? Azt nem értem. De miért dobsz vissza? Ne, dobj vissza. És akkor jó lesz. Mondom, ne dob vissza! Ez veréb. Veréb ez az egész. Hát visszadobál. Normális. Így, oké. Okay. Jaj, de jó. Imádom a létrás ugrásokat. Yeah! Tök király! De miért? Jó, oké. Akkor ezt hagyjuk, live. Hát ez visszadobál, hát ez genny az egész. Medium, és akkor most csak egy random playground, tessék. Játszótér. Na! Ez most már egy hasonló pálya, amit szerettem volna látni. Mondjuk a négyes ugrásokat igazán kivették volna bele. Na jó, nem. Hát nyilván azért médium, mert tele vagyunk ilyen szaftos ugrásokkal, amiket én annyira, de annyira szeretek. Jaj,
itt is gondolom van egy ilyen time limit, amit meg kellene tudnom csinálni. De nyilvánvalóan nem fogom tudni megcsinálni. Úha, ez veszélyes, ez nagyon. Oké, ez is megvan. És innen mi a rák van? Ja, innen föl kellene menni. Csak szerintem szar irányból. Aha. Húha. Ah, oké. Nagyon jó. Innen ide. Innen. Innen pedig ez mi? Ladder. Ó, hogy a rák egyen meg. De jó, várja, figyelj, akkor nyomok egy checkpointot magamnak. Mit szólsz hozzá? Checkpoint, nagyon jó. És hogyha elrotlom a létrázást, akkor nem kell előről kezdjem ezt az egészet. Így. Jaj, ez de jó. Imádom. Köszönöm szépen. Ez a legrosszabb, amit el lehet képzelni létrázásból. Vagyis hát nem, csak majdnem, de... Oké, és checkpoint. Innen nyomjuk a checkpointot. Ez is megvan. Itt szépen átsétáljuk, mert gyengék vagyunk, és nem így ugrálunk. Hát ez főként azoknak jó, akik ugye azért akarják megdönteni a rekordot, hogy itt átugrálják. Nekem annyira azért nem fontos, hogy átugorjam. Azért látjátok ti is, hogy ez a médium még annyira nem fog ki rajtam, viszont kíváncsi leszek nagyon a legmagasabb szintre, vagy az előttire. Most itt mi van? Hát itt hogy ugorjak föl? Na várja, ott egy checkpoint, és innen... Jaj, tudom, hát ez borzalmas. Főleg úgy, hogy visszadobál ez a veréb. Hát ez tök jó. Na figyelj! Oké. Akkor innen nyomjuk a checkpointot, és arra a cuccra kell ott ráugrani, ami elsőre is sikerült. Nagyon jó. Most ide, gondolom én. Húha, ezek már bonyolultabbak. Itt már kell egy kis logika, hogy tudjad, hogy hova kéne ugrani. Oké, ez is megvan. Jaj, nem ide kell? Akkor hova? Ja, oda. Itt megbonyolítják az embernek a dolgát, komolyan mondom, nem hiszem el. Így, jó. Most már remélem nincs kibarrierezve, mert rákot kapok. Jézusom, hát majdnem lelökött magáról ez a cucc. És innen hova? Oda le? nem biztos, hogy ide kellett volna. Ja, de. És hát ez a medium jump, látjátok. Tényleg annyira nem bonyolult, szóval ez még szerintem kijátszható. Ez hasonló a Geri nem hasonló a Geri pályájához, mert a Geri pályája sokkal nehezebb volt ennél. Szóval hülyeséget mondtam. Fingom nincs, hogy milyen hosszú. Jaj, ott még nagyon sokáig kéne menni. Oké, szerintem akkor ezt hanyagoljuk, mert csak így belemutogatok egy-kettő ilyen parkürbe, hogy nagyjából milyen. Szóval akkor következzen a hard, amiből még egyet sem vittem ki. És na jó, elmentek a rága a közös 5 perc, vagy 5 másodperc, szerintem akkor legyen 5 perc. Na, nézzük a hardot, hogy az milyen. Hát jó, hát az első ugrásoknál még nem nagyon szembetűnő a dolog. Viszont az első ugrások a médiumnál sokkal nehezebbek voltak, mint ez. Jaj, igen, hát ezt elszóltam. Na mindegy, szóval az elején még egyik se nehéz, nem tűnik egyik se nehéznek. Mondom ezt úgy, hogy nem tudtam kivinni már megint az újabb pályát. Inkább rakjanak 4-es ugrást, csak ne ezt az egyen följebb ugrálást, azt nagyon utálom. Ez volt az, amit nagyon gyűlöltem. Itt fölértünk, és hol van csak? Ott van checkpoint csak. Az nagyon veszélyes. De talán sikerül. Oké, meg is van, checkpoint saved. És ez itt mi? Oké, nem tudom, hogy ez... Ja, hogy innen kell megcsinálni ezt. Á, értem. Ezekből nem lehet nehezet csinálni, tehát ez ilyen... Innen nem lehet, innen viszont meg lehetetlen szinte. De ha egy lépcsős megvan, akkor onnantól a többi az már nem nehéz. Csak így rossz. De nem is kell odáig fölmenjek, úgy látom, mert innen is át lehet ugrani arra a pressure plate-re. Innen meg nem tudsz ugrani, tehát ez ugyanaz a probléma. Jaj, hát ez tök jó. Inkább lenyitva is hagyom, mert úgyis kell még egy párszor ugráljak, úgy látom. Hát ez hülyeség az a lépcső, szerintem ezt nem lehet megcsinálni, hogy csináljam meg? Hát már annyiszor ugráltam rajta. Pedig nem szoktam feladni hamar izéket, de hát ezt nem tudom megcsinálni. Ez mi a szent jóisten? Nézzünk inkább egy extrémet, mondjuk legyen Nutella! Tessék, legyen a Nutella! Az extrém,
Nézzük meg, hogy itt mit kell csinálni. Ez nem tűnt olyan bonyolultnak, viszont ez már annak fog tűnni. Micsoda? Itt mit kell csinálni? Azt nem. Hát az biztos, hogy nem fog tudni megcsinálni. Thunder. Oké. Okay. Nézzük meg inkább a Thunder, mert azt az előzőt fixen nem tudtam volna megcsinálni. Még szerintem jövő karácsonyig se. Úgyhogy inkább jöjjünk ide a Thunderhöz. De egyébként nem lehet olyan durva nehezet csinálni. Tehát a legnehezebb az a négyes ugrás, meg ezek a trükkök. De azon kívül úgy nagyon sok minden nem lehet. Nem lehet variálni, szóval ezért is kíváncsi vagyok erre a pályára, hogy milyen az extrém, de én már látom, hogy milyen az extrém, szóval itt a létrákkal fognak mahinálni elég durván, de itt megállok, ezt a jó Istenért nem fogom átugrani, pedig semmivel nem nehezebb, mondjuk ez az ugrás, vagy ez az ugrás, vagy ez az ugrás, és nem tudok egyszerűen felugrani. Na, köszönöm szépen. Oké, akkor ide föl... ez really? Oda kéne átugrani. Mi az? Úristen! Nézzünk egy másikat, hát ez borzalmas. Mondjuk Rubix. Oké, itt vagyunk. És itt sötét van. Jaj, nem láttam, hogy itt egy blokk. Na szóval, innen kell ugrálni. A sötétbe kell most really ugrálnom. Ez az extrém, hogy... Hé. Hey. Oda? Normális? Biztos nem oda. Ide nem. Ide. Vaj. De, ide kellett ugrani. Remélem. Hát nem az baj. De, ide kellett, jó. Oké, mert ugye egyel feljebb vitt. Akkor ezt itt kivisszük szépen, és remélem, hogy itt... Ne! Ne! Tudtam, hogy az utolsónál lesz. Én úgy éreztem, hogy valami nem lesz oké. Nem szabadna megállni. Jó, oké, nem is állok meg, hanem megyek szépen tovább a Mega Curse-re. Na erre extrém kíváncsi vagyok. Ez itt egy Mega... Ojaj, oké, már értek mindent. Szóval már az elején kezdődik az, hogy nem lehet átugrani, de mindjárt megpróbáljuk azért. Oké, ez megvan. És innentől kezdve következik egy ilyen Atom Rage pálya szerintem. Ezt kéne kipróbálni Gerinek. Tuti tetszene neki. Ezen kéne végigmennie. Most mi van? Várja, most én ahova kell ugrani? Nem, odáig nem lehet elugrani. Lehet, hogy oda... Nem oda kéne, mert... Ja, de! Ide! Jaj, de hülye vagyok! Tényleg, hát erre kell menni. Aha, és így se sikerült, hogy erre kellett menni. Nem baj, megoldjuk a problémát. Na végre, köszönöm szépen. És innen lenne a legrosszabb érzés leesni. Ami valószínűleg be fog következni, mert utálok üvegeken is ugrálni. De ez most sikerült. Csak az a baj, hogy még van vagy legalább 40 szint, amire ki tudnánk vinni, és leestem. Relic Run. Nézzük meg ezt, hogy ez vajon mi lehet. Kíváncsian várom egyébként. Szóval, oppá. Ezt kicsit elrontottuk. Na, ide még talán fel tudok ugrani. Aha. Ez is mega szint egyébként. Nem tudom, hogy mennyire látszik ez. Jaj! És itt is checkpoint hiányban szenvedünk szerintem. Itt se lesznek nagyon csak ilyen elvétve checkpointok, és úgy látom, hogy mindkettő oldalra ugyanarra kell menni, vagy ugyanolyan ugrásokat kell végrehajtani. Úgyhogy ezt viszonylag gyorsan megoldjuk. Á, ne! Ezt nem fogom megoldani. Ezt nagyon utálom, ezeket az egyen följebb ugrásokat. És itt most hol van a checkpoint? Már kivittem egy elég jó arányt a pályából, és most már szeretnék egy checkpointot. Mit szóltok hozzá, pályakészítők? Ha! Gondolom azért nem adnak, mert hogy ez még így könnyűnek számít az előzőekhez képest. Természetesen nem fogom tudni végigvinni ezt sem. Meg a ABC-s, vagy ABC-s, tök mindegy, hogy mondod. Létrás mókázás, úgy látom, ez az egész.
Jó nagy móka, imádom a létrázást, nyilvánvalóan tudjátok. Ja, és az a jó, hogyha itt leesel, akkor onnantól nincs visszaút, szóval nincs még egy ilyen szint, hogy hello, szeretnél visszajönni, akkor nem fogsz. Na, hát pontosan most nem fogsz visszajönni. Ez volt az az üzenet. De mi, jaj, hát ez visszadobál a létráról. Ne dobálj. Na jó. Srácok, szerintem így hagyjuk ezeket a parkürpályákat. Csak beszerettem volna nektek mutatni, hogy itt, ezen a szerveren megtanulhattok parkürözni, tehát így az konkrétan az alapoktól kezdve egyre és egyre nehezebb és nehezebb parkűröket tudtok kivinni. Szóval ennyi lett van ez a mai videó, remélem, hogy tetszett, ha így van, azt jelezzétek egy like-kal és egy feliratkozással, kövessetek be Instán, sziasztok!